22 ember, megszámol mindenkit külön-külön egyenként a pályán. Kezdődhet a második félidő, és 14-essel Brandi szállt be. Egyelőre nem látom, hogy az első félidőben kihagyta abba a játékot az első félidő után. Kit cserélt a szünetben az edző.
Brazilt adni. Még ez is jó. Remekül Vészáros Zoli és Kapusta. Remek kombináció volt. Látványos, jó akció. Csak a befejezés hibázott. Pont az ír. Az íről. És most van ravasz gondban. Szöglet, a negyedik dobicai szöglet lehetődik. Nosicki van a csatáron. Ravasz Jóska, győztesen. Szép volt az iménti Varga Tihanét szóló és beadás, és Vészáros Zoli is jól van helyette kapulás. Kapusta másodszor. Előbb Győri fejesét pár jutotta, most pedig Mészáros Zoli csúsztatott a góljatását. Kapta el még a hosszú balalsó sarok előtt, jókor. Brandis az új ember. A szögletnél 53. perc. Csipári testtel kikísérte. Bagint próbált meg zavart teremteni, kevés sikerrel szerencsére. Kirúgás következik. Az ő dolga a söprögetőjét. Csifári ugrik érte, és Kovacska. Brandishoz került végül. Miklós Attila, Varga Tihanét. Brandis nem cifrázta, nem is lehetett. Varga Tihanért dekázgat egy kicsit, majd kézbe kapja. Miklós Attila kérné. Inkább Szabó Tibor felé. Megcsúsztatta még Csifári elől. Nosicki. Mint egy 8 méterrel előbbről jöhet a bedobás, mint ahonnan az akció szövődött volna. Szabó Tibi nem kapja egyelőre, inkább Sütő. Nézzék csak Bagint. Kapko és Mészáros. A dubnyicai hátvéd győzött. A mini párbajban Kopacska elcsúszott szerencsére. Most kell dobni Csifárit. Egy árnyalattal késetlen. Győr is még megpróbálta megszerezni az indítást. Jó elképzelés volt. Megint csak Sütő Marja. Remek átadásai vannak a hazai ötösnek. Győr jelöl Kapko. Most lehet Zsolti. Vissza Zsoltinak. Sütő Marian. Ez a csel lelassította az egész akciót. Most meg kell, hogy dorgáljon Sütő Mariant, mert ha egyből visszatáll a Győrihez, akkor besétálhatott volna. Fürgelábú csatára 16-oson belőre. De hát Sütő Marian a másik oldalra próbálta a játékot átterelni. Gergely. Bíró úgy látja, akkor én is. Már az ellenfél tér felé. Les. Jól látta. Kuzma partjelző, jól látta most. Szabó Tibi volt bent egy métert, legalább. Muzsik elől. Tóth Feri. Mészáros. Tóth Feri lesz az. Most vétette a lábát, nem csodálom, az előbbi ápolás még nyomot hagyott benne bizonyára. Veszélyes helyről jön ez a szabadrúgás. Szinte onnan, ahonnét Varga Tihanér beadását követően az első félidőben Cucor Attila a harmadik bősi gólt szerezte fejjel. Csodálatos bólintással az ötös sarkáról. Reméljük most ez nem következik be. Brandis helyezkedik, Gergely. Talán Gergely fogja elvégezni, vagy Bagint? Lehet, hogy Bagint rászúrja ballag. Ez viszont kiállítás. Hát nem ismeri a szabályt. Ha labda már régen
esete az első szándékú kiállítás, hogy nem is lehet rajta vitatkozni, de Dobos megkímélte a dugnyicaitat, hiszen gondolta amúgy is vesznek 3-0-ra. Az 59. perc kezdődött, Gergely. Thank you.
dobosan. Hatos vonal előtt történt az eset. Pospisil szándékos kezezés, amiért nem kapott lapot. És Tóth Feri parkettje. Ez közvetlenül rúghatunk. Tóth Feri.
rövidíteni ezt a nedves fűvön ide-oda csúszkáló labdát. Mészáros Zolinak ez hosszú, Kapko ki is fogja engedni. Mészáros Zoli majdnem megmentette. És jön Győri. Helyett Varjú. 70. percben. Viszont Varjú Zolt. Visszrédel Győrió. A hazai csapat kerül, Győri helyett a 12. számú Varjú Zsolt Árgyán. Kapusta. A kapusok. Csifár.
látja. Megpróbálta kapura küldeni. Egyébként Szabó Tibornak szánta ezt a beadást, de majdnem kapura lövés lett a vége. Dobáti Strédali, Mirta Miklósán, Atkópil, Skoda. Az egy csapat került, Miklós Attila helyett Skoda Milán állt be. 13-assal tehát Skoda. 14 percig bizonyíthat Skoda Milán. Miklós Attilának jobban fájt, mint Cucor Attilának, őt hozta le a tréner. Csipár jó, harcias. Yeah, she won't.
sérültek, még bírja a sarat, állja a sarat. Kemény kötésű fickó, söprögető, jó üzlet volt megölenni a vásárjétől. Késő sütő jó szelídíti, meg még a testsel is jó. Varjút előzi meg Kapko. Talán az egyetlen, aki kifogástalanul teljesít a dubnicaiaknál. Kapuszta csak összeszedi. Varjú csúsztatott fejesét, nem találta meg a címzettet. Szabót szerette volna gólhelyzetbe hozni Varjú Zsolti. Még 7-5-0. Oda.
talán inkább Ravasz Józsi Éprének. Folytatódik el a sorozat. Hey, a kapufa! A kapufa és kapuszta! Ez lett volna a negyedik, Tóth Feri gólja. A negyedik? Nem sok hiányzott. A 11-esnél most... A 11-esnél besegítő kapufa most... Kapusztának kedvezett, a hetedik bősi szögletet elvégzi az utolsó percben. Nem jól jött ez a labda senkinek sem. Szor Attila. Sütő. Igazán nincs oka hosszabbítani a dobosnak. Rúgni már egyik piros mezesnek sem, nem csodálom. Cicázgatás a vége, bősi cicázgatás. 5-0, megsemmisítő vereség, Zakó, végre megszólalnak. Megszólalnak a szurkolók is. Vannak itt a 4-5 szállal, jó indulattal szólva. Egy kis cicázás a vége, 5-0, még Landis megszerzi. És benn van.